ezért meg kiásnák a cuccot. Akkor nagyjából elindulhatna a levegő. Na jó, csak addig még ott a leomlott darabok ott vannak, addig a víztisztító nem megy, nem? Igen, azt is meg kéne csinálniuk, ha már így megkérdezted. Na. Mehet a menet. Vízszűrő várakozik a szűrési közegre, és elindult. Alám. No, oda nézze. Azért kapcsoltam át. Az aztán öcsém tisztít. On. Bekapcsoltuk az oxigénpumpát. Csőnézetben megy lefele az oxigén. Megy ám, aha. Megy, szennyezett is, meg nem is, de majd kitisztul. Ja. Hidrogén is beindulni látszik. Jó, akkor automatizálást építünk a hidrogénre, az egy másik akkumulátor. És az, hogy volt ez 11%-tól, 11% jó, akkor ez bármikor 100%-ig nyomhatja a hidrogént. Csak hogy az sem menjen pocsékba, ha úgy alakul. Ja. Van ott oxigén. Nem lehet azt mondani, hogy nincs. Megy föl a lélegezhetőség már. Ne. Hát... Eljutottunk ideig is az 58 ciklus alatt, hogy végre kapnak levegőt? Hát, jó. Na, új duplikáns árrend. Most küld kaját. Nagyon jó. Kell. Jó, az kell, hát. A csenergia szelet. 45 ezer kalória. Ha, ja, de jó. Tényleg az a baj, hogy hiányzik az alapja. Jó. Oké. Okay. Milyen alapja? Ja. Azért akarok ott egy lukat csinálni? Hát tulajdonképpen nem is akarok. Automata cső. Azért most már egy kicsit, azt mondja, eltemetett. Van itt néhány eltemetett gépünk, meg jó, hogy van egy csomó. Az ásokkal még mindig szórakozik, mi? Igen.
amit meglőtt a puskával, már át is ugrott a blokkokon. Van hát, baj. Hát... Egy megvan. Mindet le kell vadászni ezekből, mert ez problémás. De mi arról a véleményed, hogy termelünk oxigént, és mindjárt kapnak levegőtetot. Kékül a bázis. Talán jobb lesz a stresszitnek is. Néha segít. Akkor itt az ideje, hogy építsünk nekik egy kis budit, meg egy kis fürdőszobát majd. Hirtelen lett kaja is dögivel. Hú! Ezt is megcsináltuk! Ezen most egy kicsit megizzadtam, megmondom frankón. Hogy ezt hogy fogjuk túlélni. Hát egy hullott csak el, nem? A gyengébb. Hát igen, egy hullott el, tehát végülis annyira nem mondom, hogy kezelhetetlen volt a dolog, csak úgy érted, tehát hogy... Ugye kicsit aggódtam, hogy lesz-e levegőjük elég. És akkor ezután majd igazából a mókuskerék, az aksi, a kutatólabor, ezeket mind följebb kell majd rakni, nem? Hogy ne teremeljék. Így van, így van, így van. Köszi szépen a támogatást, Géza. Kicsit megnyugodtam, hogy kapnak levegőt. Ja. Minusz 30 fokos itt a levegő, amikor lejön, amikor itt van minusz 32. Hű, azért minusz 30 fokos levegőt pumpálunk ki, az úgy ott van a szerem. Nem? Ja. Az, és ha minusz 30-at pumpálsz ki, akkor hogyan lehet 26 a szobába? Ugye? Azt nézem, hogy ez lehet, hogy most hirtelen... Itt 20 fok van, és... Jó, alakul ez, alakul ez. Idő kell neki. Az biztos, hogy most indult el még csak. Így van. A szennyvíz legalább gyűlik. Igen. Itt akarok egy olyat csinálni, hogy... Arra felé, így, ezt a folyosót itt megszellőztetjük. Ja, de várjál, az nem jó felé raktam le. Nem ott van a levegő. Hát, bameg! Hú, volt ez? Ide is berakunk fönt. Ide, ja, ide, itt nem tudunk, mert itt valami van. Ide berakunk egy szellőzőt, és akkor ezt a teret itt majd egy kicsit fogja javítgatni idővel. Most meg kell várni, hogy a bázison egyáltalán légnyomás legyen. Mert volt, ezzel is volt baj. Mi az, amin nem tud átmenni ez az ásóka? Szerintem mindenen át tud menni. Obszidián talán. Én nem tudom. Meg tudod nézni az ásóka, mint tud átmenni, és mind nem Vikin? Megkérdezem a Vikitől. Jó.
lények. Fém csempén nem tud. Ennél valami olcsóbbat szeretnék. Fém csempe. És ha van lángvágója? Ugye? Már láttunk olyant. Figyelj, én építek közben csöveket. Ja. Ennek az ásókának az angol neve. Ki tudja mi? Igen. Meg hogy néz ki? Picit lila. Hát azt nem mondom, hogy elkapkodjátok itt a dolgokat, skacok, de nem baj. Ja. Fulladozik! Remek! Nem tudom, hogy esett oda be, de majdnem meghalt. Nem nagyon ír róla semmit. A csiki. Azt mondja, Tír, hogy olyan kritterek, amik a felszínen élnek, és szinte mindenen át tudnak menni. Azt mondja, hogy finomított fémből, abyssalit, insulation wolframit, gyémánton, neutróniumon, obszidiánon, pneumatikus ajtón. Jó. Tehát, hogy tényleg... Obszidiánnak kell körbevenni mindent, nem? Majdnem áthatolhatatlan az obszidián. Meg a gyémánt is gondolom. Gyémántból építsél falat, nem? Nem is tudom, hogy lehet-e. Tiszta Minecraft, hallod? De nincs is ilyen opciónk, hogy obszidiánból építsünk, úgyhogy egyelőre... Azért nincsen, mert még nincs obszidiánod. Jó. A 20 fokos folyadék már melegíti a fönti levegőt, de azért szépen hűl, tehát hogy... Hát ha megnézed a hőnézetet itt fönt... Úgy néz ki, ahogy kell. Úgy néz ki, ahogy kell neki. Jaja. Tehát túléltük, fölástunk, megvan a hűtött géppark. Most a szennyvízcsövezés fölfelé, vízcsövezés lefelé projekten dolgoznak.
És ha van szennyvízünk meg vízünk, akkor ugye építhetünk nekik budit, fürdőszobát. Mindent is. Mindent is. Eddig csak azon küzdöttünk, hogy ne fulladjanak meg. Természetesen közben ássák be ezek a dögök a gépeinket. Ja. De gondolom, hogy obszidiánnal lenne körbevéve ott az a fönn a hidrogén termelő egység ott fönt, akkor nehezebben fúrná át magát, nehezebben esne rá a Ez cuccokra az abszolút, anyag, így nem? van, így van. Alga vagy egy új ember? Heten Ahogy vagyunk. érzed. Hát a hét ember szerintem elég lesz még. Alga. Akkor jött az alga. Most úgyis mindegyik csövet épít. Ja. Aztán majd ki kell kutatnunk a sugárzó csövet, és a vizet még egy kicsit hűtöm. Itt a szennyvíz fölött átfutó csövet, ebben most 14 fokos a víz. Igen. Hagyom majd lehűlni, hogy az sem melegítse a bázist. Hát ja. Csórikáim véletlenül se a szellőzést csinálták volna meg maguknak. Egy blokk hiányzik. Na, megvan. Igen, de nem osztja el, mert tudod, Nem. priorizálja a bújtatót. Majd, ha lent megtelt, akkor kapnak fönn is. Így van, így van. Az még nem mostanában lesz. Nem sokára. Hát még nem elég nagy, hát a fele a légnyomása kelletének, úgyhogy még egy Ja, meg darabig. 2000 gram kell, nem? Igen. De már arra elég, amit csináltunk, hogy most levegőt kapnak. Ja. Tudnak enni, aludni, és építik maguknak, hogy tudjanak kakélni, meg zuhanyozni is. Ennyi. Már megint beesett egy oda a gödörbe, megint egy földarab. Az előbb töröltem ki. De hát most megint beesett. Hát igen. Amíg nem lesz obszidián, mert obszidián, ha körbeveszed ezt a kis téglalap helységet, akkor nem fog olyan könnyen beesni oda. Lehet, hogy azt is átrágja idővel, de nem azon. Igen. Közben hűl a bázis. Jelenleg. Ja. Az nem baj. Van körülöttünk annyi meleg dolog, hogy... Hogy ihaj-csuhaj, Tevla. Ja, itt van a csonka band is. Ő mondta az ihaj-csuhaj Deblát. Nem, ő a bemelegedés szabályát mondta. Igen? Nem hiába van a dalában szól a ding-ding-dong. Ja.
Aha. Az Ihajcsuhaj Debla az Nótár Méri volt. Én nem tudom ki az. Én ezekkel nem vagyok tisztában, ezekkel a nagy énekesekkel. Én csak a Scatman John-nal vagyok tisztában. Az beszédhibás volt, és abból húzott hasznot énekben, nem? Szerintem nem. Szerintem ő így tudott énekelni. A földön lévő földet és regolitot teszik, azért mennek be oda. Ha elpakolod, nem tud oda tojni, mert nincs mit megennie. Persze, csak a fölötte lévő regolitot. Ja, de amúgy ja, ja. Értem, amit mondasz, de ha majd van budim, meg van zuhanyzó, akkor utána tudok foglalkozni azzal, hogy takarítunk. A javítás más néven. Igen. De a 22-es csapdája, mert itt a játékban a takarítás a javítás. Hm. Takarítás és javítás. Ja, így van együtt, mind a kettő. Na hát hidd el nekem, hogyha meg lesz minden itt oldva, lerakhatsz legalább 50 szekrényt. Pikpak tele fogják verni. Hát igen. De erre kiváló megoldások vannak. Ja. Na, azt mondja, hogy csövek. Palackürítő. Hát ez hülye. Hol van? Csövek, palackürítő. Befér egyáltalán oda? Pont úgy terveztem. Akkor jó. Az a palackürítő, tudod, hogy néz ki amúgy? Mint amik régen voltak az utcán, azok a két aha, csapot, igen, tudod? Igen, igen. Ne, csak abból ivóvíz jött. Amit végül is mindent megszüntettek, mert nagyon sok faluban onnan szedték az emberek a vizet, így nem kellett otthon vizet fizetni. De én nem is értem, hogy azzal, hogy... Na jó. Hát úgy, hogy megtöltötte a kannákat, hallod? Azzal lehetett vécét leönteni, mosogatni, stb. Az jó. Nagyon sok helyen megszüntették szinte az útszélén szinte mindet. Szégyen. Hát nem szégyen, az volt szégyen, akik rájártak és úgy vitték. Mert az nem azért volt oda kirak, hogy azt otthonra töltsed a hordókat. Ezek ivókutak voltak. Ivókutak, persze, persze. Most is vannak ilyen alkotásokban, tudod, ilyen gránitkő. Van rajta egy cső, és akkor jön a víz, oda lehetne hajolni. De a galambok is oda járnak inni, bazd meg, ki a fasz akar galambgecis vizet inni, hallod? És még nem is az a legrosszabb, hanem amikor jönnek ezek a hajlékonyak, hallod, és azok buknak rá, tudod? Ezek a hajlékonyak, tudod, melyikek azok? Nem. Pala. A hajléktalanok. Ja. Mert az, hogy jön a batyús Putricelli család, mert az is csinálja. Igen. És akkor utána valószínűleg, amikor bekapják ezt a csövet, miből jön a víz, utána fölé hajolsz, esetleg, hogy a sugárból így áll. Hm? Érted, amiről beszélek? Értem. Nem nagyon figyel. Egyébként én azt figyeltem, meg az élelmiszerboltban is össze-vissza fogdossák a kaját. Aha. Kézikocsival vittük a hordókba, meg kannákba a vizet, mikor a múltkor még nem volt bevezetve a házakba. Oké, de amíg az nincs más. Bevezetve, de éppen bevezetés alatt vagy, az megint más, mint amikor valaki életvitelszerűen. Valaki beköszönt, hogy sziasztok. Ki? Bence. Szia, Bence. Bence, jó. Hello. Hát igen, csak hogy... Most már nem arra használják azt, amire annak idején volt rendeltetve. Ez itt a probléma. Na most szerintem itt a közeli regolitosokat, azokat levadázták. Ja, ja, ja. Van egy kis stressz a horkásóban, de egyébként... Egyébként el vannak. Mint a befőtt a spájzban. Paja azt éjszakai műszakba szeret dolgozni.
Ennél majd mindjárt mondok egy durvábbat. Csináltak itt nálunk, ahol lakok itt a parkban egy ilyen János Vitéz szökőkutat. A János Vitéz a juhász szülkén és furuljázik a birkáknak. Figyelj! Ilyen vízsugaras fölöveli a vizet, tudod? Aha. Hát tavaly nyáron tudod mit csinált a hajlékony nő? Na, gondolom befeküdt. Nem, ráüt, mint a vécére, telefosta, és ez a cirkulátató rendszer köpkötte a fosos vizet, a kisgyerekek meg ott ugráltak benne, hallod? Jézusom, Jézusom. És akkor kihívták a rendőrséget, és mit mondtak, el lehet ballagni. Ha én pisálok bele, vagy én csakolom, mint engem még börtönbe is zárnak a végé, hallod? Ja, meg kifizettetik velem az egész rendszerek, az átmosását, tisztítását, stb. Tudod? Igen. Nekem nincs bajom ezekkel a hajlékonyakkal, csak a közelemben ne jöjjenek, mert ők szokták ezt mondani a legfőbb. Fia, van egy cigit buszjegyekkel, tudod? Oxipáfrány mag. Mondom, én nem ítélek el senkit, csak hát ez sokszor durva. Egyszer adsz nekik 20 forint, utána állandóan hozzád mennek, hallod? Aztán mennek rögtön a kocintós borért, az az első. Meg hiszek a könyves aktimelt. Mert a mellettünk hajléktalan szállóban, ne is mondd. Komolyan? Hát itt, mit tudom én, 300 méter. Ja, és azért szoktak nálatok a kapuhajba is aludni? Igen. Már nem, ja persze, mert oda úgy van a hajléktalan szállóban, hogy nem mehet be, ha ittas megszondázzák őket. És akkor ott bukdácsolnak éppen, ahol tudnak, mi? Igen. Franco. De ezek dolgozni nem akarnak ám elmenni, pedig lennének ilyenkor nyáron ilyen kerti munkák. Alkalmaznák őket, csak tudod, büdös a meló. Havi szinten kapják a 40 ezer forintos ellátási segélyt. Itt volt lent egy kölyök ásóka, azt már szét is csaptuk. Na, az jó. Igen, a magmás kőzetet most föntről hozzák lefelé, nem baj. Automatikusan takarítanak is. Éhezés. Batyus Géza, annak már nem adunk pontot. Gordon Ramsay-nek viszont most már megadjuk a grillezés 2-t, még ha nem is van grillünk. Horkásó, ja. Az hatékonyabb szállítás 2-t fog kapni. Így van. Pakolátor képességpontot szerzett, meg a Batyus Gézának nem adunk pontot már, de a pakolátornak nagyon. Ha megépítik a csöveiket, lesz budijuk, fürdőjük, és akkor utána már elkezdhetünk játszani. Így van. Kalória is megy fel, ahogy a légnyomás beindul. Hát van 72 ezer, az előbb kiírt a éhezés. Tudom. Még jó, hogy a játék nem valós idő szerint megy. Hát, akkor többet tudnának dolgozni. Tehát azért nem telik fél napban, még elmész a budira. Két oxigén páfrány meg semlegesíti a széndioxidot, és akkor arra se kell gép. Azért jó az oxipáfrány. Nem fogyaszt áramot, nem termel hőt. Mondjuk az, hogy itt a padlót megépítsétek, az egy kicsit lassan megy. Mm-hmm.
Ja, hát most hátra kell dőlni, meg kell várni, még mindent megépítenek, amit meg kell építeniük. Hallottam a tévében egy beszédét, én nem hallottam semmit. Nézem a Discordot, a telefonon összefosta magát. Csodálatos. Lecsatlakozott saját maga. Szóval éppen azt mondtam, hogy az oxipáfrány azért jó, mert semlegesíti a széndioxidot, hőt nem termel, és nem fogyaszt áramot. Így van. Tehát igazából majd azt kell csinálni, hogy ahol a széndioxid van, azt egy olyan szobába kell bepumpálni, ahol oxipáfrányok vannak nagy tételbe. Aha. Hőmérséklet 20 fok a bázison. És vannak helyek, ahol már hideg van, rendesen 15 fok. Ja, ma ott kék már látszódik. Ja, nem baj az. Inkább fázzanak, mint hogy melegük van, nem? Igen. Igen, meg kikapcsolni ki lehet egyébként a szellőzőt talán. Vagy lebontani ideiglenesen. Vagy csak egy csövet megszakítani. Kiütni egy csövet, mert az könnyebben visszaépíti, mint a szellőzőt. Igen. De mondjuk tök mindegy, mert az a lényeg, hogy az menedzselhető, a hideg. Jó, és hát utána meg el lehet kezdeni, ha megvan nekik a vécéjük, majd a felderítgetés lefelé. Itt például már rögtön van öltöző szekrény. De az csak pénteken. Péntek? Ja, mert ma már szerda van, tényleg. Szerda van, igen. Holnap mástolunk, majd pénteken. Úgyis, amikor elmented a játékot és visszalépsz, azonnal szétburul a rendszer, azonnal. Ez így van. Így van, Bence, elütetik a mókusok vadon a magot. Csak lassabban is terem, mint hogyha így ládákba rakod, nem? Mert a farmállomással gyorsabban teremnek a növények. Ezt csak olyan növénynél lehet megcsinálni, ahol azt mondja az ember, hogy nem számít, hogy nő. Ezt nem lehet a kajatermelésbe, a játék elején rábízni magunkat. Lassan kipumpoljuk viszont a szennyvizet. Ja, hát ott át kell ütnöd csak egy kockát majd, vagy tudom, kettőt tudom, mellette. Tudom, tudom, tudom. Meg a kürtőből is akkor át tud majd csordogálni, hogyha rányomsz egyet. Mondjuk akkor meleg vizet fog főtölni rendesen, nem? Ha van sugárzó csövünk, akkor a sugárzó csővel húzom ki majd itt a hidegben, a mínusz 38-ban a kimenő vízcsövet, és akkor az le fog hűlni valamennyire. Csak hát egyelőre még a rendszer sem áll fönn, tehát hogy még a csöveket építjük. Majd a reklám után. Majd a reklám után, igen, hát nem fogunk unatkozni a következő nekifutásra se, csak most hagynám, hogy megépítse azt, amit lehet. Ja. De már valószínűleg 10 perc alatt nem fogja. Nem, nem fogja. 10 perc alatt talán megépítik a csövek jelentős részét, talán még akár be is fejezhetik. De még fönt a szennyvíz ürítőt, amit leraktál már mikor kettőt? Még azokban se csináltak semmit. Szennyvíz ürítőt? Ja, az most építi meg majd azt is. Ja, akkor jó. Akkor építgeti, jó. Csak lassan, meg nagyon sokat lótifutiznak, tehát hogy... Most a lótifuti tényleg sok, de hát ugye jelenleg még nem ott tartunk, hogy lótifuti. Lehet pihengetni. Figyelj, már az is csoda, hogy nem stresszeljük szarrá magunkat. Levegőt kapnak. Két eltemetettünk megint van, király. Még jó, hogy sokat raktunk be, mert ez így... Így most annyira nem gáz. Jó, de idővel, ha rábomlik arra a másik négyre is ott középen, akkor már lesz baj. Na jó, de mindig látjuk, hogy eltemetett, akkor ki tudjuk bontatni velük. Ja. És ha szerzünk obszidiánt, akkor ez lesz az első, hogy itt egy pár helyet itt szépen körbeveszünk.
Na, ide a folyadékok közül a szennyezett vizet nyomhatja, ugye? Ide a folyadékok közül nyomhatja a sima vizet, meg a... Így nagyjából ennyi. Szennyezett víz, meg sima víz. Ja, hát itt elég gyorsan fog kelleni majd egy ilyen csöves szállító rendszer. De hát egyelőre ott még messze vagyunk. Ez a kismértékben önfenntartóak vagyunk címszóval. Jó lenne egy hidrogénkürtöt találni egyébként, mert lefelé meg a fagyasztást tudjuk vele hajtani. Ott a budiknál már egészen hübi van. Nem baj. Hát az a lényeg. A hideg levegő lefelé szállt, ezt tudjuk. Ez igaz is ebben a játékban. Jó. Mire mi kiaknázzuk azt az izét, azt a rész kitörést, az is el fog telni egy idő. Hogy áll a cső? Az egészen nem halad. Hát most mindennel foglalkoznak, csak azzal nem. Nem, a szállítgatáson megy el az idő, föl le rohangálnak. Mondjuk ott, ahol mennek a csövek, ott a hidrogén termelők alatt berakatná pár dobozt most már, nem tárolót. De akkor lentről is fölhordják, azt ne felejtsd. Hát de lent is kell építeni, amelyik neki közelebb van, Jó, ahhoz de hát megy, nem? most azt akarom, hogy egyelőre építse meg a csövet, álljon be az a két budi szolgálatba, megszüntetjük a rötyiket szépen. Tehát, hogy azért mondom, hogy a szennyvíz és a tiszta vízcső azért jusson már el a lakókörzetekbe. És akkor pénteken, meg ha nekiállunk, akkor tudunk foglalkozni az árammal. Romboló hányós ez egyik se. Ez egy olyan erős állattartó, ami keményen tud ásni, ellenáll a kórokozóknak, de nem épít. De jó. Nem kell nekünk olyan ember, inkább adjál fődet. Fűdet. Azért haladgat az építés, csak nagyon lassan. Szépen komótosan megépültek itt a dolgok, itt már fönt már nem is értem. Az előbb villogott a szellőző, de nem hiszem, hogy nagy a folyadék nyomásunk. Hát itt fönt csak a szenet kéne hordják, amiből 24 tonna van. Ja. Lejönnek lihegni, de honnan? Ja, hogy itt félúton gyér még az oxigén. Jó, hát majd alakul. Apa szedik föl a magmás kőzetet a mindenhonnan a földről egyébként, és abból építik a csöveket. Ja. Nem rossz, hogy 400 kiló kőzet kell ahhoz, hogy egy cső megépüljön. A kőveszigeteli, nem? Szevasz, Florián! Hello?
40 fokos már az a szennyvíz ott. De kelleni fog. Na. Te is, hogyha rendbe raktad a házat, előveszed az oxigént egészségedre. Úgy, úgy, jó nyomod. 5 pont a Gryffindornak. Trópusi paku. Hát. Na. Egyelőre a halak nem érdekelnek különösebben. Hát a kajának jók lesznek. Elszaporodnak ott bent. Na most van megint egy kis szemvíz, utána még a kürtőnek a szarát is hozzá lehet ereszteni. Persze, nem? Persze, persze, az a cél. Az 1500 maposat fogod folytatni? De most már jussák ki az űrbe. Nem? De. 1500 ciklusnál már, után már érdemes lenne. Gondolom mindened megvan ahhoz, hogy kiussál oda szerintem. Pajaszt képességpontot szerzett. Morálja jó, állatot tenyészteni, növényt tud ápolni. Hát akkor hatékonyabb szállítás. Batyus Gézának nem jó a morálja még. Még egy darabig nem is lesz. De majd, hogyha kapnak jobb budit, meg fürödnek, akkor majd javulni fog sokat. Elvileg már megy oda a víz, nem? De még egy darabon hiányzik a vezetékja. Még itt középen egy... De tényleg nem sok, tehát hogy a 10 perc alatt azért megcsinálják. Majd duplikánsok fognak legalább lehalni, ha kimennek az űrből, mert stresszelni fognak egyfolytába. Nálunk is megy fel a stressz állandóan. A Batyus Géza, a szállító, az nagyon stresszes. Nem szeret fölmenni a mínusz 50-be a fiú. Hát ha összeszedik majd egyszer, megcsinálják a csöveket és összeszedik fel az összes nyersanyagot, akkor le is lehet ott csukni a dolgot, nem kell a mászkálni. De, mert a szenet oda kell vinni. Most egy közös víz fűtő rendszeren gondolkozom. No. Közös vizet fűtöd? De hát, minek? Mi örülünk, hogy fölötte mínusz 28 van, mert így a víz hűl. Nem a meleg víz kell nekünk, a hideg. Mert ez hűti a bázist. Amikor a gázhőmérsékletet eléri, lecsapódik tiszta víznek és koszos levegőnek. Aha. Az az arcpala, amit te most vágsz. Így nem használ homokat a tisztítás. Végül is. Mi azért inkább maradunk annál, hogy nem akarjuk itt forralni a dolgokat, ha lehet. Mert megint elforr a bázis. De 30 fokos a szennyvízünk, úgyhogy fölötte mínusz fokok vannak. Hogy te gombát etetsz, az jó. Mi a gombát esszük meg? Főleg a varázs.
Azaz. Tűzvarázsló! Ez így van. Főleg a varázs. Azt mondja. Azért mondom, azaz, a főleg a varázs gombáról van szó. Na, mindjárt készen vannak már csak pár cső. Kész. Elvileg, ha minden igaz, akkor el is kell, el is indult a víz, és fölfelé tud jönni a kakka. Ha most írja Florian, nekem olyan rendszereim vannak, hogy a blokk egyik felén van 200 fok, a másikon 5. Na. Biztos jó az is valamire. Hát jó, mert neki már ott egy dolog, hogyha van mindened, akkor át tudod gondolni, hogy most hogy csináld meg a bázis, nem? Hát most mi is átgondoltuk. Csak hát mi igazából jól akarjuk érezni magunkat, nem akarunk egy ilyen... Mert 1500 ciklusnál már azért idő után unalmassá válik szerintem a játék, nem? Hát ott már csak rendszereket tudsz alkotni, semmi más. Annyi, annyi. Ki kell menni a világűrbe, rögtön megősz 10-20 duplikánst. Kezdheted előről hozni őket, megint van egy kis kihívás a játékban, nem? Igen. Ha ezt a szennyvizet kipumpálta, egyelőre nem kell hozzáadni a rendszerhez vizet, mert telítődni fog. Ja. Ha valamit elrontasz, leolvad a fél map. Hát igen. De én úgy vagyok vele, hogy 3 óra elmúlt. Igen. Neked is megy a csicska lángos hátul. Cs! Hagyd abba! Nem, nincsen csicska lángos azért, ennyire nem. Ennyire nem veszélyes. Ennyire nem veszélyes a helyzet. Hagyod abba! Na, hát hölgyeim és uraim, elérkeztünk az új bázisunk, a Sose Halunk Meg első adásának a végéhez. Legközelebb akkor a tervek szerint pénteken folytatjuk az Oxygen Not Included-ot, holnap meg 10 óra magasságában érkezünk ezével Frostpunkkal, ugye azt beszéltük? Így van. Holnap meg akkor Frostpunkkal érkezünk, hogy egy kis változatosság is legyen a játékunkban. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a figyelmét, köszönöm szépen a támogatásokat, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, legyetek rosszak, sziasztok! Sziasztok!